Tudják, hol helyezkedik el a szomorúság háromszöge? Sok szeretettel köszöntöm az Alföld Televízió nézőit. Ez nem egy földrajzadás lesz, hanem a stáblista soron következő műsora. Nos, a szomorúság háromszögét nem a térképen kell keresni. Ruben Östlund 2,5 órás társadalmi szatírájában erről is lerántja a leplet. Viszont ebben az adásban majd átbeszéljük azt is, hogy pontosan miért is lényegtelen a szomorúság háromszöge, annak ellenére, hogy ez a filmnek a címe. Itt ül velem szemben két vendég ebben az adásban is, Fejér Tamás filmszínház vezető, illetve Loncsák Noémi szociológus. Köszöntelek titeket a műsorban. Szia, üdvözlök a hallgatókat is. 2,5 órás filmről, monumentális, hát nem azt mondom, hogy eposzról, de egy monumentális filmről volt szó, ami meglehetősen nehezen ment le az embernek a torkán, szerintem fogalmazhatunk így, mert rengeteg olyan utalás volt benne, ami nem csak, hogy elgondolkodtatta a nézőt, de úgy kicsit meg is rágta és ki is köpte. Ti hogy éreztétek, mennyire volt ez számotokra nehezen emészthető, vagy nehezen feldolgozható film? Mondjuk kezdjük veled, Noémi. Köszönöm. Hát igazából én nagyon örültem ennek a filmnek, mert úgy gondolom, hogy mostanában a filmes palettáról nagyon sokszor hiányoznak azok a filmek, ami valamilyen társadalmi problémát dolgoznak fel. Hát igazából én nagyon vártam, hogy láthassam ezt a filmet, és tök jó volt látni, hogy ez a téma az egyáltalán foglalkoztatja mostanában a filmes világot, és azt vettem észre, hogy a dokumentumfilmek átcsorgása ebbe a populáris mozis műfajba, de lehet erre ezt Tamás jobban tudja, de egy kívülről azt látom társadalomtudósként, hogy ez egy nagyon izgi, ilyen egybeleg. Tehát alapvetően én nagyon szerettem a filmet, nagyon jó mozzanatai voltak, egyébként én a rendezőnek a korábbi filmjeit is nagyon szeretem pont ezért a társadalmi tartalom miatt. Számomra könnyebb volt, mint hittem. Tehát ugye megnézve a trélert és az előzeteseket, így azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz megemészteni, ahhoz képest nekem így hozta azt, amit vártam. És miért volt könnyebb így az előzetes alapján? Az előzetesben nagyon töményen volt az a rész, ezeket a hányós jeleneteket, illetve azokat a tartalmakat, ami szerintem igazából megfoghatja a nézőt, mert valamilyen új érzést kelt benne. Akár ezek a gúnyos jelenetek, amiket benne voltak az előzetes kisfilmekben. Így én arra számítottam, hogy nehéz lesz megemészteni, viszont számomra könnyebb volt. Uh-huh. Ez az emészteni egyébként nagyon jó hasonlat, főleg ezek után, a jelenetek után. Sok emészteni. Mondjuk az nagyon érdekes ennél a jelenet sornál, hogy igazából jelentősége a történet vagy a narratíva szempontjából nincsen. Valójában csak meg akarja mutatni egy nagyon kiszolgáltatott és lealacsonyító helyzetben az uralkodó társadalmi réteget. De én örülök neki, hogy egyébként ennél jelentőségteljesen fontosabb szerepet nem tölt be a filmben ez a szekvencia. Ez mindenképpen pozitív nekem. És nem volt szerintetek túl hosszú? Jó, egyébként szépen leragadtunk itt az emésztési problémáknak, igen, a középső részénél, de hogy szerintetek nem volt ennek ellenére túl hosszú? Mert őszinte leszek, nekem az a pontja volt az a filmnek, aminél úgy nem győztem elég nagyokat pislogni, hogy lehet már az én gyomrom ehhez nem elégedzett. Szívesen leírnám a leghosszabb ilyen jelenetet a nézőknek, de akkor legyen a moziban meglepetés, de ne spoilerezzünk, igen. Túl hosszan volt egy kicsit tárgyalva. Szerintem ez egész film is, nem akarom egyébként ezt most feltétlenül negatívumként felírni, az mindenképpen javára válik, hogy három jól elkülöníthető szekvenciára osztotta a rendező a filmét, a nézőnek is jelöli, hogy ugye akt 1-2-3, és ez nagyon jó, befogadhatóság szempontjából is nagyon jó, és mindegyik szegmens ugye különböző látásmóddal közelít ehhez az egész témakörhöz. Nekem talán a film első harmada tetszett a legjobban. Igen. Amikor még ugye nem vagyunk a főszereplő hajón, úgymond, mintha mondjuk a hajó is egy főszereplője a filmnek, vagy a fő helyszíne. De az biztos, hogy mindegyik szekvenciában megpróbálta kiforgatni ezeket az embereket. Hát mondjuk ki, hogy igazából látunk gazdag szép influencereket, látunk milliárdos oligarchákat, nyilván nekik is be van mutatva mikroszinten a problémarendszerük, ugye az életük, illetve nagyon fontos, hogy szembeállítja egymással az őket kiszolgáló réteget a legénység képében, és az, hogy ők hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát rengeteg érdekes kérdést vett fel a film, még ha nem is válaszolja meg mindet, de nekem nézőben nagyon sok gondolatom lett ennek okán, és ez mire jó egy film, ha nem erre. Mi volt egyébként a legerősebb olyan utalás, vagy inkább ilyen provokáló hasonlat a rendező részéről, amire azt mondtátok, hogy
na ezt, hogy belekerült, ez csillagos ötös, és na ez felnyitja a nézőknek a szemét. Nekem az nagyon izgi, amikor megvan ugye ez a társadalomkép, ez a gúnyos a hajón, és aztán elveszítjük ezt a társadalmi normát, és amikor ugye átrendeződnek a szerepek, tehát belép ugye a norma nélküli társadalom, és aztán fel kell állítaniuk egy új társadalmat a szigeten, és ugye furcsa ez az átmozdulás, és amikor a kapitalista szereplőnk, aki ugye a trágyát árulja, ugye ő az, aki felveti azt az ötletet, hogy mi lenne, ha totálisan egyenlően osztanánk szét a javakat. Tehát, hogy ez egy olyan pont számomra, ahol így megvan az a fricska része, hogy pont ő áll elő azzal, aki az előtte lévő társadalomban ugye a csúcson volt, és ugye tudta, hogy itt már nem lesz a társadalom hierarchiának a tetején, tehát, hogy így számomra ez nagyon... De amikor egyébként a filmben előjönnek ezek az egyenlőségi sztorik, az mind izgít, tehát a kifutónál, amikor, nem tudom, megvan nektek, hogy villódzanak a fények a háttérben, és hogy legyél egyenlő, és azt hiszem, hogy legyél... Mik voltak még azok a szlogenek, amik ott futottak, de számomra az nagyon izgalmas volt. A klímaváltozással kapcsolatban is volt ott egyébként valamilyen kis szösszenet, aztán pedig bejönnek ugye a legnagyobb divatmárkák. Igen. De a fenntartható divat teremti meg ugye a klímaváltozás balanszát, tehát majd az visszaforgat mindent, persze. Igen. Nyilván, és ez egy jó kis fricska. Mindazonáltal egyébként mikroszinten azért ebben is annyi igazság van, azt hagyjuk meg nekik, hogyha mindenki a saját szakterületén valamit tenne, valamit csökkentene, akkor lehet megfordulna, nyilván nem ettől ez egytől fog. 2022-ben egyébként azt mondom, hogy így tényleg páros lábbal beleállni a legfelső társadalmi rétegbe. Nem azt mondom, hogy nagyon aktuális, de azért az időzítés szerintem nem feltétlenül véletlen, és jókor, mondjuk pont egy világválság közepén pellengérre állítani ezt a társadalmi réteget. Szerintetek mi volt a legerősebb fricska, amit mondjuk akár az első etapban elénk tárt a rendező? Pont az első etapban az a fantasztikus, ott volt egyébként a legtöbb ilyen szerintem. Én azt gondolom, hogy a civakodás miértje és mikéntje, abszolút társadalmi rétegtől független, tehát ez a probléma, és ezek a gondolatok felmerültek volna két gyárban dolgozó ember között is. Mindazonáltal ugye, amikor a hajón vagyunk, itt van egy jelenet, amikor az egyik nagyon gazdag, azt hiszem orosz nő, ugye arra felszólítja a legénységet, hogy egyenlőek vagyunk, és ti nem vagytok a mi szolgáim, majd én hozok neked pezsgőt, de meg csúszdázzál, úszál, érezd jól magad. És ugye ez én szerintem, még ha a nő komolyan is gondolja, valójában csak azért gondolja komolyan, hogy önmagát szórakoztassa, és kielvezze ezt a helyzetet, és akkor utána látunk egy ilyen jelenetet, hogy akkor mindenkinek el kell hagyni ugye a posztját, és emiatt majd történik valami, ami ugye tehát saját maguk károsodásához vezet, és nekem ennek a bemutatása az nagyon tetszett, és mondom, leginkább azért, mert ennek az egésznek a hátterében igazából nem a jó szándék áll. Én azt éreztem, hogy tényleg ez egyfajta meldöngetés a nő részéről, hogy gyerekek, megtehetjük, de ti miattatok, tehát miattunk vagytok egyenlők, mert megadom a lehetőséget, hogy egyenlő lehess. Igen, illetve az egyik legfontosabb társadalmi kapcsolódás, a szeretet, vagy az őszinte kapcsolódás nekem abszolút hiányzott a filmből. Ugye ezt láttuk a két fiatalnak a kapcsolatában is, hogy kizárólag az érdekeken az mozgatta ugye az ő kapcsolatukat. Aztán ugye ott volt a kelet-európai oligarha, aki a szeretőjével és a feleségével volt ugye ott a hajón. Aztán ugye később láttuk, hogy amikor a feleségével sajnos véget ért ugye ez a kapcsolat, akkor is az ékszereknek a zsebretétele volt a fontosabb. Tehát, hogy ennyire üres lenne ez a társadalmi réteg, hogy ennyire nem jellemző rájuk ez a legfontosabb kapcsolódási pont, mint ahogy ezt ábrázolta a rendező szerintetek? Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert csak azért is, mert ugye a Tamás felhozta ezt a szegénységnek igazából itt a funkcióját, vagy az alsó társadalmi rétegnek itt a csúszdázás kapcsán, és szerintem ezzel a rendező nagyon jól él. Tehát azzal a ponttal, hogy bemutatja azt, hogy igazából ugye a gazdagok nem lennének az alsó társadalmi réteg nélkül, tehát hogy így már is megvan annak az alsó társadalmi rétegnek az a szerepe, hogy fenntartsa azt a
hierarchiát, azt a rendszert, amiben ugye élünk. Tehát számomra ott az volt az izgi. Itt az első részben, amiről korábban kérdeztél, Évi, hogy ott mik voltak, ugye mi volt az a... Ott ugye számomra nem is annyira sarkosan ez a gazdagok, szegények, társadalmi hierarchia jött fel, hanem ugye ez a nemek közötti egyenlőség, amire szintén szerintem nagyon jól reflektál a rendező. Ugye korábbi filmjében is, Elavinában, ugye ez az, amit a górcső alá vett, vagy az volt a fókusza. Ugye ebben csak ez az első snitt, vagy ebben az első jelenetben, tömbben van erről szó. És szerintem itt az az izgalmas, hogy itt egy nagyon fordított narratíva megy végig, mert hogy azt látjuk, hogy a feminista társadalmunkban, ahol egyébként azt szoktuk meg, hogy a nők próbálják kivívni a jogaikat, itt ugye pont egy fordított képet látunk. Ő keres többet, ő a sikeresebb, ő az ünnepelt modell, influencer. Ez egy nagyon jó fricska. Tehát, igen. Hogy így az, hogy na most akkor tegyen bele a férfit abba a szerepbe, hogy így vívja ki akkor a saját rangját, vagy presztízsét, vagy nem tudom, egy olyan társadalomban, mert ugye a modell társadalom alapvetően ilyen szelektált, ahol egyébként ő az, aki a társadalmi hierarchiában egy picit kevésbé kedvező helyzetben van. Tehát, igen. Hogy így az első része nekem emiatt volt izgés, talán ott nem ez a gazdag, szegény vonal. Én mégis azt gondolom, bocsánat, hogy ha ők a két főszereplő, már pedig amúgy valamennyire ők, a férfi talán a legnagyobb kapcsolódási pont, nem azért, mert én is férfi vagyok, de azért rajta érezni, ő a legemberibb. Őt mozgatja a szeretet is, és a kötődés, mindazonáltal, mivel a legnagyobb fegyvertény nem ez, hanem a szépsége és a teste. Tehát kimondja a film abszolút. Így nyilván, amikor majd érvényesülnie kell, akkor ezzel tud. Nem az, hogy ezzel akar, ezzel tud, és ez nagyon fontos. Igen, ez izgi. Az új társadalmi rendszerben is ugye azt látjuk, hogy ezzel kap egy igazi szerepet. Pedig egy jó szívű srác. Tehát ez látszik, a film nem is akarja másmilyennek festeni, mégis ez abszolút kevés, és nem tud vele mit kezdeni sajnos. Nekem mondjuk az nagyon tetszik, itt erre vonatkozom, hogy tetszik a férfi karakter a Tamásnak, hogy szerintem a rendezvény, mint hogy, hogy egyébként szerintem nagyon izgalmas az, hogy a rendező direkt, én azt éreztem, hogy nem teszi szerethetővé a karaktereket, tehát hogy nem a karaktereken van a pont, vagy az a súlypont, amit így érzékeltetni akar a nézővel, és szerintem ezt tesz izgalmassá a filmet, hogy mikor elkezdenék megszeretni egy karaktert, addigra így kicsit lerombolja bennem, vagy nem viszi tovább a szállat. Kicsit félre is teszi, igen. És így nem megy el a mélységekig, hogy megismerjem mondjuk az igazi karakterét, a személyiségét, amiben én valójában bele tudok szeretni. De hogy cserébe ott vannak az a folyamatos társadalmi problémák és kritikák, amiket meg így a néző arcába tol. És mindezt úgy, hogy ugye mindenképpen érezzük azt, hogy mi is történik ott. Tehát, hogy ez az izgi, hogy nagyon sok érzékszervre hat szerintem a film. Igen. Úgyhogy elsősorban nem az értelemre, mint mondjuk a négyzetnél, ott azt láttam, hogy ott érteni is kell azt a társadalmi szövetet, amiben ágyazza a kultúrát, igen. És ennek a magas kultúrának a szatíráját, de hogy itt nem kell annyira érteni. Tehát, hogy itt direktben odajön az arcodba, igen. És nagyon abszurd a humora. Tehát ott például a nutellás résznél már így az első pár percben azt mondtam, hogy ezzel engem megvett a film. Tehát, hogy ennyire abszurd humorral áll bele a dolgokba. Jó, nyilván provokált, ezt el is mondta egyébként a rendező, hogy egy célja volt az, hogy annyira provokáljon, hogy mindenkihez eljusson az üzenete. Ez szerintem sikerült is. Egy picikét beszéljünk a főszereplőkről. Harris Dickinsonnak most egyébként nagyon jó éve van, ugye az Ahol a folyami rákok énekelnek, ben is, hát a negatív tudtam, karakter... Tudtam, hogy miben nem láttam. Igen. De hogy abban ugye negatív karaktert játszott, és én esküszöm most így utólag meg is követem, bár biztosan nem rója majd fel nekem, hogy én akkor azt mondtam, hogy ő tökéletes negatív karakter. Valahogy úgy nem is tudtam volna másban elképzelni. Itt viszont annyira szerethető, bájos volt az a naivitás, ahogy ugye az influencer barátnőjéhez viszonyult, hogy engem abszolút megvett az ő játéka, a játékának az őszintessége. Ti hogy látjátok? Én egyetértek vele, tehát tényleg az talán a legjobb karaktere a filmnek, és a legszerethetőbb. Bár nagyon picit kikacsintva a kérdésből, a Woody Harrelson hajóskapitány karaktere. Őt amúgy is imádom, karaktere, mert elfogult vagyok. Igen, tehát eleve Woody Harrelsont, ha meglátjuk, igen. És azért ő a legnagyobb sztár a filmben, így van. Akkor óhatatlanul is az ember elkezd kötődni hozzá, mert ő a Woody Harrelson. Mindazonáltal a film is kihelyezi őt az egész narratívából, és egy külső szemlélőként jeleníti meg, aki ugye nem része ennek a világnak, csak kihasználja a világ adta lehetőségeket, ugyanakkor a megvetéséből fakadóan nem is bírja elviselni, és ugye ez lesz az ő
problémája, de visszatérve a Harris Dickinsonra, tehát szerintem nagyon jól megvan írva, és az fantasztikus, hogy az első 5 percben bemutatják a karaktert úgy, hogy alig kell megszólalnia, igen. És mégis csak már látod őt. Igen, igen. Szerinted? Nagyon izgalmasak a karakterek szerintem, és a karaktereknek a játéka. Én nagyon szerettem a hajós kapitánynak azt a fajta kisletet megjelenítését, amit a film amúgy alkalmazott, és számomra az is izgi, hogy ugye ő egy elszenvedő ennek az a látszik, hogy ugye azért fordul ugye az alkoholizmushoz, mert hogy ő egyébként egy ilyen marxista ember, és ebben a társadalmi felosztásban hisz, hogy egyenlőek vagyunk, és pont ő ugye kerül össze az asztalnál. Igen. Szerintem az is a filmnek az egyik legjobb jelenete, amikor dobálják egymásnak, de lehet csak azért, mert ugye ilyen közhelyeket dobál a kapitalista, és ez igen. A... De azért a hamburgeres rész is jó volt, az is egy jó kis fricska volt, hogy én nem vagyok egy ínyenc. Az egy, igen, hangosan nevettem, meg rengeteg helyen hangosan nevetős. Igen, igen, okos poénok vannak benne. De valóban, tehát a kapitányon tényleg érződött, hogy nem kíván ennek részese lenni, ebből él, de inkább elvonul a szobájába, egy este meg kell magát mutatnia, annyi, és kész. Ez is egyfajta fricska. Én már attól nevetek, hogy visszagondolok arra a jelenetre, szóval tényleg nagyon jól működött minden poén. Igen. Még a szereplőkre reflektálni. Igen, igen. Igen, a női és a férfi, mint főszereplőinkre, azt hiszem, hogy talán igen. Lehet őket így nevezni. Ott számomra nem maradtak szerethetőek a karakterek sosem. Tehát, hogy elindult ez a, akit egy pozitív színben tüntetem fel a férfit, mert hogy az egyenjogúságért küzd, és így elindul ez a fonál, és aztán ugye azt vettem észre, hogy a szigeti jelenetben, az utolsó jelenetben ők mint egy külső szemlélője a sztorinak, mert igen. Nem alakítói annyira az egész. Még akkor is kicsit ilyen naív karaktert igen. Visz, még akkor is. Tehát. Igen, ez abszolút, tehát, hogy nem rajta múlnak a cselekvések, és hogy vannak olyan direkt... De próbálnak túlélni, tehát, Igen. Ezzel igen. A kívülhelyeződéssel is csak a túlélésre játszanak. Ez is érdekes egyébként, hogy milyen eszközöket vetnek be a túlélés érdekében. Tehát, hogy mennyire hasonulnak meg a karakterek már a harmadik utolsó etapban ahhoz, hogy egyrészt fennmaradjanak, kapjanak kaját ugye az új vezetőtől, és hogy élvezzék a kegyeit, hogy mit hoz ki egy emberből egy ilyen amúgy nagyon szélsőséges szituáció. Jó, ne menjünk el egyébként szó nélkül a női főszereplő Csábri Dín mellett, aki sajnos egyébként már nem érhette meg a zajos sikerét ennek a filmnek, mert nagyon tragikusan, 32 évesen elhunyt most nyáron. Viszont szerintem nem elvitatható az érdeme, mert nagyon ügyes volt, és nagyon hihetően hozta azt a kiüresedett influencert, aki mögött nincsen semmi tartalom, de eszik a gluténérzékenyként a tésztát a fotók kedvéért. Hogy láttátok az ő játékát a játékidőben? Ő egyébként kicsikét hangsúlyosabb szerepet is kapott szerintem az utolsó etapban is. Én úgy gondolom erről a karakterről, tehát hogy nem tűnt fel, hogy kirívóan jó lenne a színészi játék, de ez nagyon fontos, mert bele simult a karakterbe a színésznő, tehát azáltal jól hozta. Igen. Ugye vannak olyan szerepek, amikor tényleg nem kell harsánkodni, tehát nem egy Joker szerep ez. Igen. Tehát tökéletesen nem egy Oscar díjas hiteles, abszolút hiteles volt, viszont nagyon jó volt, hogy emögött az üresség mögött is, azért megfestették róla, és a színésznő is jól mutatta meg, hogy azért ő ettől még céltudatos, akaratos, és nem egy elveszett ember a világban. Értelemszerűen a film második vagy harmadik felvonásában már nem tud élni az eszközeivel, hiszen ott ezek már mit sem érnek. De azt gondolom, hogy azért egy erős női karaktert festettek meg, és a színésznő azt nagyon hitelesen jól hozta. Szerintem ezt a kiüresedettséget nagyon jól hozza a filmben, igen. Viszont a végére megérkezik ugye az, amikor másznak a sziklán a takarítónőnkkel. Igen. Felmosó tündére, hogy fogalmaztak. Felmosó tündére. És akkor jelenik meg számomra az a pont, hogy igazából ez a üres fejűség, ez egy látszat, mert hogy ugye megjegyzi azt, hogy mennyire jól felépítettél egy matriarchális társadalmat igen. A szigeten. Uh-huh. Hogy ott ér be az a pont, hogy így ez az egész világ, ez egy mint egy vászon, és hogy igazából a színfalak mögött ott valami más bújik meg, és hogy ott egy sokkal erősebb karakter van egyébként a nő mögött, mint amit egyébként a film ad, és szerintem ott válik számomra szerethetővé. Tehát mindegyik karakterben van egy olyan pont, ahol megszeretem, vagy rájövök, hogy egyébként ő neki mi a helye a filmben, vagy a logikában, és nála számomra ott az utolsó, nem tudom, 15 percben jelent meg, vagy 10 percben lehet, hogy akkor volt az élenet már igen. Nagyon a vége felé. Igen, valóban mikor ezt megvillantja,
felvonod a szemöldököt, hogy ez a karakter ilyen kifejezéseket igen, tud, találkozott és tudja a jelentését. Vele, igen, így igen. Van. Jó, nyilván előítéletesek vagyunk mi is. Tehát hát a, nem mi, hát a film. Játszik velünk. Igen, a film, de igen, tehát ezáltal a néző lesz előítéletes, igen, a film. Így van, de én azt gondolom, hogy azért ő már megvillantja őszinte momentumait az első harmadában is a filmnek, amikor igen. Ugye a párjának levezeti, hogy mik az ő motiváció és mit akar. És miért kifizetődő mind a kettőjük számára. És én ezt maximálisan tudom tisztelni, tehát hogy egyébként még egyszerűen tudja, mit akar, tudja, hogy miket tud ő elérni az életben, és ahhoz tartva magát igyekszik előre haladni. Attól függetlenül, hogy nem feltétlenül kell egyetérteni a technikával, meg a módszerekkel, vagy akár az éles stílussal, ez becsülendő. Abigail, a felmosó tündér mellett szerintem nem mehetünk el, mert ugye a harmadik részben igen. Egy olyan embert emeltek be a fókuszba, akire nem számítottunk szerintem, és remekül feszítette. Szerintem a legfeszültebb a cselekmény szál az az utolsó etapban volt, de ott konkrétan pattanásig feszült. Hogy látjátok, mennyire volt egyrészt sztereotíp az ő karaktere, és mennyire volt jó választás ő erre a csúcs szereplőre az utolsó etapban? Nekem nagyon tetszett, hogy őt választották, már csak azért is, mert ugye felkerült egy kisebbség ebbe a társadalomban, és mint egy feldobták a hierarchia csúcsára. Bizony. Amikor ugye pusztán a képességeid alapján ítélik meg a helyedet a társadalomban. Nagyon izgi volt számomra, hogy a szigeten ugye egy ilyen kicsit meritokratikus társadalmat kezdtek el felépíteni, tehát hogy mindenki akkora javadalomban részesüljön egy társadalomban, amennyit ér a társadalom számára, tehát amit tesz a közösségért. És akkor így ugye ő emiatt értékelődött fel igazából az ő szerepe, és az az egészben a furcsa, hogy amikor ugye a végén visszakényszeríteni a film a megszokott társadalmi hierarchiába, akkor ugye akkor feszül szét, és igazából ugye akkor szerintem nem kapjuk meg. És meg is érted őt. És megérted őt. Persze, hogy elfogadod, hogy neki ez miért nem jó. Egyébként maximálisan sztereotíp a karakter. Tehát igen. Minden de az összes, tehát azért a kelet-európai oligarha is, ennél nagyobban nem lehetett volna. És ugye említetted, hogy valóban itt a kisebbségek bevonódása, a semmiből jön az Abigail is. Amúgy a nézőknek mondom, ne nézzétek meg a posztert. Mert utólag megnéztem, és azon ki vannak hangsúlyozva és a főbb szereplők, akik fontosak lesznek, és itt, hogy még a posztert sem néztem meg tüzetesen, nagyon jó, mert meglepetés az, hogy kik fognak előtérbe lépni. Úgyhogy nem kell posztert nézegetni. Igen, ez egy jó tanács, reméljük minden nézőnk elraktározta. És mindazonáltal pedig, hogy is mondjam, amikor megjelenik az első színesbőrű karakter, igen. Ugye őre azonnal rásütik a bélyeget, hogy ő biztosan egy hajótámadó kalóz, igen. Mert hát mit keres köztünk egy fekete? Igen. Nem láttuk korábban a hajón, mire közé a gépházba dolgozik. Igen. Ez is egy nagyon szép odaszúrás, és egy fontos problémát feszeget néhány könnyed és vicces mondaton belül. Igen, de ugye a hajóvezetője nem állt bele, meg nem védte meg, mert nem tudta, hogy valójában a hajón dolgozik-e, sem vagy ismeri. Sem. Igen. Rengeteg. Ez is izgalmas, hogy itt a nemi szerepekkel végigjátszik. Igen. Tehát, hogy mindenféle szereppel igazából. Tehát akár a hajóban is ugye az történik, hogy ott is egy nő igazából a kapitány. Igen. Mert hogy nem a férfi, mert a férfi karakterét azt ugye eltolja. De dönteni nem dönthet a férfiak nélkül, ugye az első tiszt és a kapitány nélkül. Abszolút. Szóval tényleg úgy játszadozik itt a rendező ezekkel a különböző sztereotípiákkal, nemi szerepekkel, társadalmi szerepekkel, mint tényleg egy kisgyerek a Lego kockával, zseniálisan és kiszámíthatatlanul. Tehát nekem ez volt egyébként a filmnek az egyik legnagyobb erénye, hogy nem tudtam, hogy mi fog jönni a következő snitben. Igen. Meg hogy elpusztítja a karaktereket, nekem igen. Is tetszett. Igen. Tehát, hogy azokat mindig felállít egy szabályt, egy normát elpusztítja, újra felállít egyet, és akkor az is izgalmas igen. Volt számomra, még az a rész, amikor ugye létrejött ez az új kis társadalmunk a szigeten, hogy ugye ott is megjelennek egyből a devianciák, hogy felhívja rá a figyelmet, hogy nincs devianciák nélküli társadalom. Tehát, hogy olyan, hogy valami nem lóg ki a gépből, olyan nincs, hogy először ellopják a ropit. Igen. Ez az első igen. Kör. És akkor utána ott hagyják ugye a szélütést szenvedett embert a parton. Igen, igen. Egyből mindenki rohan, és nyilván menti az életét, tehát ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus is, mondhatnánk, és felmenthetnénk a karaktereket. Ezt meg talán ez nehéz az ő karakterét megtárgyalni. Én azt éreztem végig, ugye szélütés szenvedett, mozgásképtelen. Igen, és egyetlen mondat csípődött be, és maradt meg. Indel Volken, igen. És, tehát, hogy végig egy nehezék mindenki másnak,
csak úgy ott van, jó, etessük meg, mert hát sajnáljuk szegény, de ez valójában egy ilyen mini lenyomata annak, hogy a társadalomban hogyan is ez a hatalmas réteg mennyire csak pont így tekint ezekre az emberekre, hogy igazából használhatatlan, nem beépíthető, de sajnálatban és együttérzésből foglalkozunk vele. És ez szerintem nagyon jól lejött ebből, hogy végig ott van a csónakban, néha kiveszik, de igazából igen. Csak tényleg egy nehéz kőként vonszolják magukkal végig. Igen, ez így jó. Viszont a rendezővel is megjátsza azt, hogy ő irányíthatna a történetet, mert ugye hozzákerülnek a végén oda ezek a árusok, amikor kiderülhet az, hogy egyébként ez a sziget, ez nem lakatlan sziget. Igen. Tehát is szó sincs erről, inkább egy ilyen, azt hiszem, egy turista paradicsom lehet, ahol ugye jönnek ezek a mindenféle árusok árulni a holmiaikat, és ott pedig ő átfordulhatna karakterformáló tényezővé, de hogy ez a társadalmi rendszer nem engedi azt meg, hogy ő ugye a sérüléséből kifolyólag mondjuk... Mondjuk azt megnéztem volna, hogyha tegyük fel átfordul, vagy mondjuk pont akkor jön egy olyan áttörés, hogy ki tud mondani még egy szót, azért az óriási fricska lett volna. Illetőleg nagyon fontos, hogy mivel ott van hagyva egyedül, igen. És vele nem foglalkoznak, ezért is nem tud tenni. Igen. Igen, tehát ezek a szándékok, amiket ugye a rendező így elrejtett a különböző megoldások mögé, nagyon-nagyon szépen ábrázoltak voltak. Instagram, VS valóság, illetve gazdag versus szegény. Mi volt szerintetek igazából a legerősebb üzenete ennek a filmnek? Amit mondjuk, amivel a néző hazamehet, mint egy pak. Nem tudom, amúgy igazából szerintem arra játszik a leginkább, hogy marhára előítéletesek vagyunk. Tehát, hogy az összes társadalmi csoporttal is. Ezt egyébként felismerik szerintetek a nézők? Vagy magára ismer? Oké, hogy most itt a gazdag rétegen keresztül látjuk ugye ezeket a problémákat, de vajon ezt felismeri egy néző? Vagy az a dolga ennek a filmnek, hogy ráébressze a nézőt arra, hogy mennyire sztereotíp és előítéletes a társadalmunk? Szerintem amúgy nem. Szerintem ez talán a középosztálynak szól, az értelmiségi középosztálynak ez a film, vagy ezt a nézőközönséget ragadja meg, mert ők valahogyan így kívülről látják ezt, és velük foglalkozik talán legkevesebbet a film, tehát a szélsőségekkel nagyon semmit sokat. Semmit szinte. Igen, semmit. Tehát hogy így célzottan az ő befogadó közösségükre épül. Egyetértek maximálisan, nekik akar táptalajt adni a gondolatmagvaknak, őket akarja szórakoztatni, és talán, de ezt lehet már csak belelátom, egy picit feltenni a kérdést, hogy gondolkozz el te, mint néző, hogy te mit érsz a társadalomban, neked mi a szereped, és mondjuk ezekhez a karakterekhez képest, te hol helyezkedsz el a világban. Azért itt lehet ezen agyalni, ezen az egész létrán, de egyetértek, nekünk szól már, ha most azt mondom, hogy középrétegnek tekintem én magamat, akkor abszolút. Igen. Maratoni hosszúságú a játékidő. Több mint 2,5 óra, ugye? Több mint 2,5 óra. Hát ez 147 perces távlistával együtt, nem hosszú. Én biztos, hogy azért egy 10-12 percet vágtam volna a filmből, főleg azokból a szekvenciákból, amik a sztorihoz nem tesznek hozzá. De akkor volt olyan része, amin mondjuk esetleg unatkoztál, vagy végig szépen feszítette esetleg a cselekményt a rendező? Én biztos, hogy a Szigetesből is nyestem volna egy picit. A megmaradt játékidőben is be lehetett volna ezt mutatni tökéletesen, illetve a már említett gyomorforgató rész, ami mondom, hát látványos, meg értjük, de annyira el volt nyújtva. Igen, az nekem is hosszú volt. És az, hogy most ez indokolatlanul elnyújtott, olyan igazából nincsen, mert a rendezőnek ez a víziója, hát ugye a világ egyik leghíresebb filmében órákon keresztül nézik, ahogy megy egy tehén. Igen. Ugye a Sátán tangóban. Tehát ez egy vízió, a rendező ezt így akarta láttatni. Láttam már ennél rövidebb filmet, ami hosszabbnak érződött. Nekem viszont szükségem volt ezekre a nyújtásokra, az érdekes. Uh-huh. Tehát, hogy ahhoz, hogy így valóban tudjam átérezni azt az attitűdöt, vagy azt a légkört nekem, én nem vettem észre, hogy hosszú. Uh-huh. Ez érdekes, hogy pedig már sok olyan hosszú filmet láttam, ami megterhelő volt, vagy úgy éreztem, hogy kijövök a szünetben, de hogy így egyébként, mármint a színházban, ahol ugye van lehetőség szünetre, de hogy így egyébként nekem szükségem volt a karakterek megismerésére, hogy a világban, hogy egy picit úgy érzéke. Nekem tetszett a lassúsága. Tehát, hogy így. De amúgy szerintem nem unatkozik az a néző sem, aki nem szereti. A lassúsággal egyetértek, hogy jó, hogy a film lassú, mondom, tehát végig lassú, de az nem, tehát tudok együtt élni azzal, hogy ez a film 10 perccel hosszabb, mint szerintem ideális volna, abszolút nem zavaró. Tehát. Volt esetleg még olyan karakter, akinek nagyobb fényt adtatok volna? Tehát, hogy volt bennetek hiányérzet, hogy mondjuk róla nem tudtam meg többet? Ezt spoilermentesen nem akarom elmondani. Jaj, akkor esetleg kicsit így burkoltam megfogalmazni. Mégsem, mert nem. Jó. De
ezt majd akkor felfedezzük maguknak. Értem. És neked esetleg volt olyan, akkor virágnyelven próbáljuk meg, hogy ne spoilerezzünk le semmit. Én mindegyik karakterből láttam, vagy szerettem volna látni mondjuk, hogy honnan jött, vagy hogy igen, miért alakul így a karakter. Ezt nézzük, akkor még talán lehetett volna nyújtani egy picit a játékidőn, bár azt már nem vettem volna be a mozinézőgyúra. Ebből a megközelítésből nagyon érdekes lett volna, hogy hova jut. Igen. A szituáció lezártával. Kíváncsi lettem volna, igen, hogyha ugye a schluss point, ugye a végén a point, hogy hol is vannak pontosan, mondjuk révbe érnek, és kiderül minden szereplő számára, hogy hol is vannak, akkor mi történt volna ezzel az újra rendszerezett és felállított társadalommal. Egyébként nagyon ügyesen, egy nagyon ügyes kis kérdéssel, vagy inkább kérdőjellel zárta le a rendező, mert ugye van még lehetősége tovább gondolni a rendező, tehát a nézőnek pontosan, hogy hová is jutott. Hát szerintem ez nagyon bosszantó. Én nem szeretem az ilyen befejezéseket, én azt gondolom, hogy... Én emiatt gondolkodtam két napig. Tehát nekem, mint nézőnek, ne nekem kelljen eldönteni azt, hogy ki mit tesz meg végül, hiszen bármit megtehet. Én azt szeretem, amikor az alkotó lezárja, és azt mondja, hogy én így gondolom, és ez így van. Persze rám van bízva, maximálisan értem, hogy miért. Én ezeket nem szeretem, és most én mondok itt valamit egy hatalmas rendező, aranypálmadíjas rendezőre. Igen. Én szerintem ez olcsó megoldás. Aha. Nekem, az én véleményem szerint. Uh-huh. De lehet pont ettől működik, nem? Tehát, hogy ott van a kérdőjel, és akkor talán rákényszeríti a nézőt arra, hogy igenis gondolkodj el ezeken a dolgokon. Nincs minél gondolkodni. Csak mondom, tehát, hogy igazából az, hogy miért teszi meg, vagy miért nem teszi meg, az mind a kettő tökéletesen fel van vázolva a film által, és mind a kettő megérthető abszolút szerepekben. Tehát, hogy ténylegesen megtörténik a dolog, azon már szerintem nincs mit gondolkodni, az már csak egy döntés, hogy ő az ő által a felvázolt karakternek milyen sorsot szán. De ennyi. Szerintem ez egy picit pont a társadalmunknak a rendszerét teszi ugye végére, hogy sosem tudjuk, hogy mi a következő lépés. Tehát, hogy így igazából azt is, hogy hogyan alakultak most a különböző válsághelyzetek, meg az egész gazdasághelyzetünket egy kicsit így felhoztál korábban témaként, azt így tök jól nyitva hagyja. Én egy kicsit féltem ugye a végétől, hogy nem egy ilyen tarantinói befejezés lesz, de nem, ez egy ösztöndös lett, tehát hogy így konkrétan ott hagyott minket lógva. Uh-huh. És nekem nagyon tetszik a legutolsó snitt, amikor látjuk a férfit, mert egyébként szerintem a nemi szerepek legalább olyan hangsúlyosak voltak, mint a társadalmi hierarchia, és a férfit látjuk, mint egy űzött vadat, igen, aki megy a fák között, és ugye rohan, és ugye azt nem tudjuk, hogy mielől, vagy miért fut. Tehát számomra ez egy ilyen nagyon jó befejezése ennek a nemi szerepeknek. Megdolgoztatja a néző agyát. Tehát, persze, egyértelmű. Én nem voltam ilyen szigorú egyébként vele, tehát én szeretem, hogyha így ér véget egy film, mert akkor legalább egy hétre el vagyok vele. Én akkor egy hétre el vagyok vele, és akkor van mind gondolkodni. Plusz igen, tehát nekem igazából az, hogy ő így nyitva hagyta, hogy na most akkor mi is történik a végén, és nekem van időm agyalni rajta, az igazából arra késztetett, hogy a többi problémát is még jobban átrágjam, és egy kicsikét sajátomévá tegyem. Igen. Én szerintem még nagyon sokat tudnánk beszélni erről a filmről, szinte biztos vagyok benne, de sajnos köt minket a műsoridő, úgyhogy majd egy következő alkalommal, hát remélhetőleg egy szintén 2,5 órás ösztönt filmet majd ki fogunk tárgyalni, mert hogy egy elég remek rendezőről van szó, szóval nem hiszem, hogy ő itt leáll a társadalmi kritikáival. Meg ilyen zajos sikerek után, tehát pontosan. Már kétszeres aranypálmás talán. Igen. Igen. Nem is tudom, van még egy ilyen rendező. Kíváncsi leszek egyébként, hogy hol áll meg ennek a filmnek a sikere, mert szerintem ez még nem a csúcs. Igen. Ez még nem a csúcs, de majd várjuk, és akkor az utánkövetéssel a szemünk rajta lesz a filmen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva ismét jelentkezünk egy újabb adással. Viszontlátásra! Mit érdemes nézni a moziban a következő adásunkig? Julia Roberts és George Clooney tökéletes dúóját. A két színész úriás egy elvált párt alakít, akik egy mesebeli szigeten, Balin próbálják megszabotálni lányuk esküvőjét. Gyűrűlopás, delfinharapás, sörpong és szúrós humor jellemzi az idei ősz egyik legkönnyedebb vígjátékát. Ez a Beugró a paradicsomba.